Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A kenyér világnapja. Szexárdon kóstoltatással készültek a jeles eseményre. Költséghatékonyabb lett a Bátaszéki Általános Iskola. Energetikai korszerűsítést végeztek az épületen. Jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől. Egymás után halmozta a szabálytalanságokat a sofőr. Faültetés Dombóváron. 45 család állított emléket. Pénteken tartották meg a kenyér és az élelmezés világnapját. A kettős ünnep alkalmából Szexárdon kóstoltatást szerveztek. Szívem, lelkem beleadtam, egyétek meg! Pék és cukrász tanuló diákok kínálták kenyérrel és kalácssal az általános iskolás gyerekeket a szexárdi Garai téren pénteken délelőtt. A nem mindennapi akcióra a kenyér és az élelmezés világnapja kapcsán került sor. Termékeket mutatunk be, a Pék cukrász tanulóink mutatnak be különböző kenyérféléket, illetve kóstolót is tartanak, saját készítésű kekszet is hoztak. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja. A mostani kezdeményezéshez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott. Ők minden évben szervezőként vesznek részt a Magyarok Kenyere programban, aminek során idén a gazdák több mint 10 tonna búzával támogatták a rászorulókat. Vendég Edith Tolna megyei elnök azt mondja, öröm látni, hogy még a nehézségek ellenére is ilyen segítőkészek a Tolna megyei mezőgazdászok. A gazdálkodóknak a jó szíve, a jó szándéka, a jó indulata révén tudtunk az idei évben is hasonló eredményeket hoztunk, mint akár egy sokkal szerencsésebb időjárási körülmények között zajló gazdálkodási évben. A kenyér világnapján országszerte jótékonysági és kóstoltatási programokkal készültek a szervezők. Ha létrejön a megállapodás az Európai Bizottsággal, eddig nem látott mértékű béremelés jöhet a pedagógusoknak, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, csütörtöki sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely szerint, ha sikerül megállapodni, már január 1-én az eddig tervezett 10% helyett megvalósulhat a közel 21%-os emelés. Tárgyalásoknak része az is, hogy jelentős pedagógus béremelés valósuljon meg, jelentős pedagógus béremelés legyen Magyarországon. Ezen a területen el kell ismerni, hogy a bizottság konstruktívan és támogatóan lépett fel. Ezt teszi lehetővé, hogy amennyiben a megállapodás létrejön, úgy már 2025-re elérjük azt a kitűzött célt, hogy a diplomás átlagbér 80%-át keressék a pedagógusok. Ez a mai előrejelzések szerint azt jelenti, hogy jövőre mintegy 21%-kal, 20,8%-kal kell a pedagógusok bérét megemelni. Az azt követő évben, hogyha a jelenlegi bázishoz nézzük a pedagógus béremelést, akkor közel 25%-kal kell megemelni, és egy évvel később pedig, tehát a 2025-ös évben pedig a jelenlegi bázishoz mértem közel 29-30%-kal kell megemelni a pedagógus béreket. 138 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően valósították meg a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola energetikai korszerűsítését. A beruházás két épületszárny homlokzat és tetőszigetelését, illetve egy naperőmű felszerelését tette lehetővé, ami a jövőben költséghatékonyabbá teszi majd az intézmény működtetését. Fontos, még akkor is, hogyha nem mi vagyunk az épületnek a fenntartói, egy ilyen beruházást megvalósítani, hiszen a bátaszéki gyerekek iskolai körülményeit tudjuk ezzel javítani. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere mondott köszöntő beszédet a Kanizsai Dorottya általános iskola előtt, ugyanis befejeződött az intézmény energetikai korszerűsítése, amit most ünnepélyes keretek között adtak át. Nagyon örülünk neki, hogy megújult az iskolánk, remélhetőleg kevesebbet is kell majd a fenntartónak a fűtési költségekre költenie, és tényleg nagyon örülünk, hogy ezt megtette a Bátaszék önkormányzat, hogy pályázott. Bátaszék város vezetése 2019-ben nyújtotta be azt a pályázatot, aminek eredményeképp az intézmény két épületszárnya homlokzat szigetelést, valamint tetőszigetelést kapott, illetve egy 50 kW-os háztartási naperőművet is felhelyeztek az épületre. Bízunk benne,
hogy ezekkel a beruházásokkal elő tudjuk segíteni, hogy a tankerület hatékonyabban tudja működtetni Kanizsai Dorottya általános iskolát, csökkenteni tudja mind a gáz, mind pedig a villamosenergia költségeit. És hát azon leszünk, hogy az elkövetkező időszakban még lesznek olyan beruházások, illetve olyan pályázati lehetőségek, amelyekkel tudjuk segíteni az oktatási intézményeknek a működését, ezekben is szeretnénk a tankerülettel és a megyei önkormányzattal együttműködni. A beruházás egy toppos pályázatnak köszönhetően 138 millió forintból valósult meg. Lakástűzben meghalt egy idős nő csütörtökre virradó éjszaka a Tolna megyei Mucsiban, közölte a katasztrófavédelem. A tűzoltók a holttestet és a kialudt tűz nyomait találták meg. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közleménye szerint a 78 éves áldozat, akit hozzátartozója talált meg, vélhetően füstmérgezést szenvedett. A tragikus kimenetelű tűzesetek többsége megelőzhető lehet füstérzékelő használatával, és különösen tanácsos ilyen eszközt felszerelni az egyedül élő emberek otthonába, hiszen már a tűz keletkezésekor figyelmeztet a veszélyre, írták. Október 14-én pénteken a Nemzetiségi Nyelv és Irodalom írásbelikkel megkezdődött a 2022-23-as tanév őszi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. Idén ősszel 183 intézményben 19.459-en érettségiznek, a lebonyolításban 235 vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgákat október 14-e és október 27-e, az emelszintű szóbeliket november 10 és 14-e, középszinten pedig november 21-e és 25-e között tartják. A jelentkezők választás alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségét 98, emelszintűt pedig 79 tantárgyból tesznek, áll a közleményben. Jogosítvány nélkül lejárt műszakival kezdett menekülni a rendőrök elől egy férfi. Végül több kilométer után tudták megállítani. Ekkor viszont az egyenruhásokat egyik meglepetés érte a másik után. Paksi rendőrök vették észre azt az autóst, aki nem állt meg egy stop táblánál, ezért akarták megállítani. A férfi viszont menekülni kezdett, az egyenruhások üldözni kezdték és pálfán állították meg. Ekkor derült ki, hogy nincs jogosítványa, mert azt korábban ittas vezetés miatt bevonták. De nem ez volt az egyetlen meglepetés a menekülő autóssal kapcsolatban. Emellett halmozta a szabályszegéseket, mert a férfi zavartan viselkedett, és vele szemben szondát alkalmaztak, mely pozitív értéket mutatott. Emellett bódító hatású szer használata is felmerült a férfival kapcsolatban, ezért őt további mintavételre is előállították. De nem csak a sofőrrel nem volt rendben minden, a járművével is bőven akadtak gondok, annak ugyanis nem volt érvényes műszakia és kötelező biztosítása sem. Emellett a férfinak számos szabályszegés miatt is felelnie kell, ellene számos szabálysértési eljárást indítanak, valamint a gyorshajtás miatt közigazgatási hatósági eljárásban kell részt vennie, illetve kettő esetben büntető feljelentést is tettek ellene. A sofőrt azóta a bíróság már egy évre eltiltotta a vezetéstől, és 70 ezer forint pénzbírságra ítélték. Könnyen lehet viszont, hogy az ügy miatt börtönbe is kell mennie később. Idén is rengeteg a poloska, a büdös bogarak és a közelgő tél ellen a lakásokba húzódva keresnek menedéket. A kellemetlen vendégek ellen védekezni nagyon nehéz, de léteznek praktikák. A Nébi tanácsai szerint bejutásukat a nyílászárók szigetelésével, illetve szakadásmentes szúnyogháló felszerelésével lehet megakadályozni. Nagyon fontos ügyelni arra, hogy utóbbiak résmentesen illeszkedjenek a nyílászárókhoz. Érdemes a redőnytokokat, valamint lakás, ház körül a lehetséges búvóhelyeket is, mint például üres virágcserepek, lomok, farakások, tárolóhelységek átvizsgálni. Ha pedig már bejutottak a lakásba, célszerű gumikesztyűt használva kézzel összeszedni, kitenni és megsemmisíteni a betolakodókat. Az elmúlt években a korlátozások a kötelező maszkviselés miatt az influenza járvány enyhébb volt, de idén az várható, hogy intenzívebben fog visszatérni, tudatta a Házi Gyermekorvosok Egyesülete csütörtökön. Azt írták, hogy a szezon kezdete itthon általában október végére, november elejére tehető, de már most érezhetően többen jelentkeznek a házi orvosoknál különböző vírusok által okozott influenza-szerű tünetekkel. Jelezték, hogy bizonyos tanulmányok szerint a gyermekek szervezete
hosszabb ideig üríti a vírus, mint a felnőtteké. Akár 10 napon túl is fertőzhetnek, sőt, a kisgyermekek már több nappal a betegség tüneteinek megjelenése előtt is terjeszthetik azt. Fontosnak tartották kiemelni, hogy az influenza az esetek döntő többségében a krónikus betegségben szenvedő idősek, a várandós nők és a 65 év felettiek körében okozhat súlyos szövődményeket. Dombóváron 45 fát ültettek el a 2021. október 1-e és 2022. szeptember 30-a között született gyerekeknek. Az önkormányzat a fákon kívül minden tárgyi eszközt is biztosított a díszgalagonyák elültetéséhez. Dombóváron a Gyár utcában várták a 2021. október 1-e és 2022. szeptember 30-a között született gyermekeket és szüleiket. Ugyanis idén a Kiskondapatak melletti zöld területre ültették az önkormányzat által biztosított díszgalagonyákat. Szívet melengető ez a látvány, ennyi kicsi gyerek Dombóváron, és az önkormányzat célját messze menőkig ezek a képek bizonyítják, hogy jó irányba megyünk, hiszen fontosak a fiatalok, fontosak a gyerekek. Az előző években a Kispolgárok parkja adott helyet az eseménynek, de az már megtelt a gyermekek fáival, ezért kellett a település önkormányzatának új helyszínt keresnie. A délután folyamán ásót, lapátot, locsolókannát ragadtak a szülők, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel telepítsék a fecsemetéket a gyermekük születése jelképeként. Egy országos kezdeményezéshez is csatlakozott Dombóvár. Tudomásom szerint 45 család jelentkezett erre a mai napi rendezvényre, és ez az önkormányzatnak a legkedvesebb rendezvénye, tehát legcukibb rendezvénye. Ebben az évben csatlakoztunk a Három Királyfi, Három Királylány alapítványhoz, amelynek az a célja, hogy a népességfogyást állítsuk meg. Az újszülött gyermekek szülei évről évre örömmel csatlakoznak az önkormányzat őszi faültetési akciójához Dombóváron. A Magyarországi Német Kulturális Központ szervezésében nyílt kiállítás Bonyhádon. A tárlat látogatói csaknem 50 képen keresztül tekinthetnek be a hazai németség életébe, mindennapjaiba és ünnepi eseményeibe, hagyományaiba, kulturális rendezvényeibe. A Centrum 2008 óta szervezi a pályázatot, amelyben amatőr és profi fotósok küldhetik be képeiket, illetve régi képeslapok is színesítik a tárlatot, amelyek vándorkiállítás keretében járják az országot. A bonyhádi kiállításon a város több alkotójának fényképei is megtekinthetőek a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Regionális híreink következnek. Felpörgött a tűzifa piaca, bőven van alapanyag a somogyi erdőkben. Nem létező műszaki cikkekért kapott pénzt a vád szerint. Börtönt kérnek az elkövetőre az ügyészségen. Új eszközök a gyógyításért. 2 milliárdos fejlesztés a Marcali kórházban. Jelentősen több mint 30%-kal megnőtt a tűzifa iránti kereslet a somogyi erdőgazdaságnál. Idén eddig 37 ezer köbméter ilyen alapanyagot juttatott el a lakosságnak, és még egyszer ennyit a viszonteladóknak. A megyei erdőből az ország más térségeiben is jut bőven. Ez idei évi kivágás, ez lágyfa, hársfa. Azt tudni kell, hogy a Somogy megyében nagyon komoly mértékű ezüsthás állományokkal rendelkezünk. Nyilván ebből következően a fakitermelésünkben is jelentős részt képvisel. Az idén vágott hársat mutatja stábunknak a Somogyi Erdőgazdaság termelési vezérigazgató helyettese. A cég évente körülbelül 360-370 ezer köbméter fát termel ki, ennek a harmadát értékesítik tűzifaként. Eddig a lakosság felé 37 ezer köbméter tűzifát értékesítettünk közvetlenül, már a tűzifa program meghirdetése előtt is, illetve a viszonteladók számára 40 ezer köbmétert adtunk át, akik aztán nyilván van, hogy ez valamiféle átdolgozás után szintén a lakosság felé értékesítették. Tehát eddig gyakorlatilag 70-80 ezer köbméter már ott van a lakosságnál tűzifaként, és erre jött rá a tűzifa program. A kormány által bevezetett hatósági áru tűzifa tovább növelte az igényeket. Eddig 7600 köbméterre regisztráltak. A megnövekedett igények
miatt némi többlettermelésre sor kerül. Ez nagyságrendileg idén jelenlegi terveink szerint egy 15-20 ezer köbméteres többlettermelést jelent, de ennyi igazából eddig is szokott lenni a póttervezés, a póttervek tekintetében, illetve az, hogy az évvégi készleteink azok megfelelő nagyságúak legyenek. Azt kell mondanom, hogy mindenki nyugodt lehet abban, hogy az erdő egyrészt jó kezekben van, másrészt meg ez a megnövekedett igény, ez nem okozza az erdőknek bármiféle károsodását, romlását, vagy esetleg eltűnését. A pótlásokról és az erdő felújításokról is folyamatosan gondoskodik a cég. A Szigetvári járási ügyészség újabb internetes csalóval szemben emelt vádat, aki 59 sértettet károsított meg. A férfi nem létező műszaki cikkeket ajánlott megvételre. A gyanútlan vásárlók néhány ezer forinttól közel 100 ezer forintig különböző összegeket küldtek előlegként vagy postaköltségként. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Elsősorban nem létező mobiltelefonokat kínált megvételre a neten az a férfi, aki ellen most emelt vádat, a Szigetvári járási ügyészség. A vádirat szerint csalásból akart megélni a vádlott, ezért indította valótlan ügyleteit a világhálón. A vádirat szerint a férfi 2020 júniusában határozta el, hogy az interneten nem létező műszaki cikkeket fog meghirdetni eladásra, azért, hogy a sértettektől, akik majd jelentkeznek a hirdetésre, megszerezze a vételárat, illetve a postaköltséget. A vételárként, illetve postaköltségként kért pénz átutalását kérte bankszámlára, ahonnan felvette ezeket az összegeket és a megélhetésére fordította. A műszaki cikkeket nem küldte meg a sértetteknek, ezt nem is tudta volna megtenni, hiszen azokkal nem rendelkezett. 2020 júliusa és szeptembere között követte el a bűncselekményeket, összesen 59 személyt károsított meg. A nyomozás adatai szerint különböző összegeket sikerült kicsalni a gyanútlan vásárlóktól. Volt, akit csak 1500 forinttal tudott becsapni, de volt, akitől 80.500 forint érkezett. Az összkár több mint 1.200.000 forint. A Szigetvári járási ügyészség a férfit üzletszerűen elkövetett csalásbüntettével, illetve vétségével vádolja. A legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat börtönre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetve indítványt tett arra is, hogy a bűncselekményekből eredő gazdagodásra vonatkozóan a bíróság vagyonelkobzást rendeljen el. A megvádolt 30-as évei végén járó férfi már volt büntetve más jellegű bűncselekmény miatt. A vádirat szerint az ország különböző részeiről érkeztek a kicsalt összegek a megtévesztett sértettektől. 2 milliárd forint értékben fejlesztik a Marcali Kórház eszközeit. A pénzből eddig 900 milliót költöttek el, többek között ultrahang és röntgenkészülékekre, műtős felszerelésekre, betegágymatracokra és informatikai fejlesztésekre. Speciális műtőasztalokkal, valamint mobil röntgennel, ultrahangkészülékekkel, fertőtlenítő robottal, endo- és mikroszkópokkal is gazdagodott nemrég a Marcali Kórház. A 60 ezer főt ellátó egészségügyi intézményben már működésbe is helyezték ezt a 4200 darab eszközt, amelyet nemrég vásároltak. A fejlesztésre egy tavalyi kormányhatározat adott lehetőséget. Azt gondolom, hogy ha továbbra is ebben a szellemben dolgozunk együtt, akkor azok a marcaliak, illetve környéken élő emberek, akik valamilyen problémával idefordulnak, azok megnyugodhatnak a tekintetben, hogy magas színvonalon és kedvesen el fogják látni a problémájukat, megoldják, el fogják őket látni, és egészségesen fognak távozni. A kitűzött cél évek óta változatlan. Az egészségben eltöltött évek számának növelése mellett lehetőséget adni az itt élőknek arra, hogy helyben vegyék igénybe az egészségügyi ellátást, és az minél magasabb színvonalon valósuljon meg, mondta a tegnapi átadón a megyei intézmény főigazgatója. Nagyon nagy szükség van a dolgozók bértámogatása mellett a munkakörülmények és a betegbiztonság javítására. Ehhez ez a kiterjedt orvosi eszközpark, mobiliák, informatikai eszközök azt gondolom, hogy óriási segítséget nyújtanak. Marcaliban a további beszerzések során a kórházi eszközök mellett egy szűrőbuszt is vásárolnak, hogy a környékbéli falvakban is lehetőséget biztosítsanak az egészségügyi állapot felmérésekre. Végül mutatjuk legfontosabb Dolna megyei híreinket, még egyszer röviden.
A Kenyér Világnapja. Szexárdon kóstoltatással készültek a jeles eseményre. Költséghatékonyabb lett a Bátaszéki Általános Iskola. Energetikai korszerűsítést végeztek az épületen. Jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől. Egymás után halmozta a szabálytalanságokat a sofőr. Faültetés Dombóváron. 45 család állított emléket. Szombaton erősen felhős és átmeneti napos időszakok egyaránt előfordulhatnak, csapadék nem valószínű, megélénkül a déli szél, éjszaka lecsökken a felhőzet, helyenként pára, illetve ködfoltok alakulhatnak ki. Vasárnaptól körülbelül szombatig nyugodt, többnyire napos, őszi idő valószínű, 20 fok körüli, hétfőn kedden inkább a feletti maximum hőmérséklettel. Csapadékra nem kell számítani. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!